A megszálló szovjet csapatok árnyékában megindult az egypártrendszer megvalósítása, valamint az élet minden területét szabályozni kívánó hivatalos ideológia és a társadalmat állandó félelemben tartó terrorrendszer kiépítése. A kommunizmus éveit a Tóparti gimnázium diákjai elevenítették fel megemlékező műsorukban. A kommunizmus áldozatairól 2001. február 25-e óta emlékeznek meg minden évben. 1947-ben február 25-én tartóztatták le a szovjet hatóságok köztársaság ellenes összeesküvés vádjával, és a Szovjetunióba hurcolták Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát. Az ezredfordulón elfogadott országgyűlési határozat értelmében minden év február 25-én tartják a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapját. A magasztos eszme a valóságban az emberi jogok teljes lerombolása és az ideológia őrve alatt alantas módon működtetett gépezet tente tönkre és tartott a félelemben emberek milliónak életét szerte a világban. Székesfehérváron az önkormányzat és a vármegye közös megemlékezést szervezett az 56-osok terén. Az áldozatokra koszorúzással és főhajtással emlékeztek. Székesfehérvár polgármestere Cserpalkovics András, valamint a város országgyűlési képviselője Varga Tamás és a Fehérvár megyei közgyűlés elnöke Molnár Krisztián a város önkormányzati képviselőivel közösen rótta le kegyeletét az áldozatok emléke előtt. Koszorúztak a fegyveres és rendvédelmi szervek, a történelmi egyházak, a politikai pártok, a közhivatalok, az oktatási intézmények, valamint a hazafias és honvédelmi hagyományokat ápoló civil szervezetek képviselői is. A kommunizmus áldozatainak számát 1917 és 1991 között kerek 100 millióra becsülik világviszonylatban. Magyarországon az elhunytak, a bebörtönzöttek és a kitelepítettek száma legalább 50-55 ezerre tehető úgy, hogy nem sorolják ide a II. Világháborúban szovjet fogságba kerülteket, az 1946-ban munkaszolgálatra elvitt embereket, valamint az elnyomó rendszer miatt éhező vagy lelkileg megnyomorított tömegeket.